Hello, sziasztok! Csöves lop 19. Hát kész az erősítő, meg minden üzemszerű, csak ugye a direkt fűtésű cső, az AZ21, az előbb melegszik, mint a Noval végcsövek, és így nem szívja meg a tápot, úgyhogy nekem nem tetszik, hogy először egy ilyen magasabb 470 voltos feszkóra megy, úgyhogy kell egy időzítő, ami a fűtését majd később adja meg az egyencsőnek, és ettől az később indul, egy fél percre. Szóval ide bele kell mókulnunk egy időzítő elektronikát relével. Na most az úgy néz ki, a jó kis NF2-es, már nem is gyártják, precíziós relé, és egy 22, egy 22-19-et fogok föláldozni itt az oltáron, hogy ez egy jó kis tranzisztor volt. Na mindegy, de ez lesz így körülbelül így a kapcsolásunk, és a 6-3-as fűtést tervezem rákötni, és amikor meghúzza elé, akkor bekapcsolja a 4 voltos fűtést, szóval azt fogja kapcsolni. Na, ugorjunk neki, ezt valami takonypanelre összedobjuk gyorsba, meg akkor már nem annyira takony lesz, hanem akkor már próbanyákon. Ilyenre gondolok. Először a helyét kell megcsinálni, aztán utána kell tervezgetni, szóval itt ez a két Franco 4-es csavart, ezt ide át kell furkásznunk, és akkor majd, ha már föl tudjuk ide tenni, nem törtük össze, na majd akkor csinálunk rá áramkört. Így valahogy. Ezt kell ide rámókolni, és akkor kész. Ez egy, a zárősítő szempontjából egy 4 pólus lesz. Miért is? Így fog kinézni a 4 pólus. Most itt megvan a kapcsolója, amit összekapcsol a relé, és ez a 2 jön ki. 1, 2, 3, 4, szóval megkapja a 6-3-at, 30 másodperc múlva meg itt lesz egy rövid zár. Ez egy ilyen szabadon lógó 4 pólus lesz a levegőbe ott ment. Átjönnek a csavarok, azt föl is ónoztam, azért, mert most agyon fogom hősokkolni, hogy szépen dobja le a nyákot. Ugye ilyenkor gyakorolhatod, hogy mennyi ideig szabad forrasztani úgy egy nyákot, hogy ne pukkanjon le róla a vezető réteg, mert hát most pont az a lényeg, hogy pukkanjon. Nyomod és kicsit meghúzod, már érzed is majd, amikor, és már mozdul is. Jó, ennél jobb minőségű nyákok is vannak. Csak ennél nem szabad 200-szor forrasztani egy szigetet, nem célszerű, meg sokáig rajtak nyúlni. Hát ott nincs rajt. Elfelejtettem videót csinálni, nagyon belemerültem ebbe a bonyolult áramkörbe. Egyébként a végére ez lett. Jaj, ez van benne. Ez az, amely 27 másodpercet csinál. Ez azért fontos, ez legyen meg. És itt már be is van építve, és ugye a 4 voltos fűtés szakítja meg, úgyhogy teszteljük élesbe. Fordítsuk meg az erősítőt, ugye úgy teszteltem, hogy kivettem az egyencsövet, de betettem a noválokat, hogy csak a fűtést fogyassza, hogy húzza meg annyira a trafót a fűtést, hogy akkora tápot kapjon az az áramkör, amit majd a gyakorlatba fog. Egyébként az NF2 kötőjel 5-ös relének sok lenne az a feszkó, úgyhogy egy kicsikét kellett elé egy 33 ohm, hogy 5 voltot kapjon. Szóval mehet bele az egyencső. Így. Bekötöttem a mérőkört, ugye jó régóta ki volt kapcsolva az áramkör, és 2 volt van most ebben az első kondiba. Ugye minket az érdekel, hogy itt ezen a tápon, itt ezen az az UT0, ez szokott nagyon megfutni, hát a többi is megfutott, főleg a második, a 15 kilón át ez azért annyira nem, szóval a 83-as az nem kapott olyan nagy túlfeszt, de a 6E5P igen, szóval ezen 470-480-ig fölment, vagy ez 470-ig, ez 480-ig, vagy ez ment 470-ig, az 460-ig, most tök mindegy, sok, szóval ez a 470 volt, az sok volt neki, mert ugye 363 valami az üzemi, szóval most megnézzük, bekapcsoljuk, és akkor a másodperceket is lehet számolni, majd a kapcsolókattanás, meg a relékattanás között, és halál lesz tűzijáték, meg utána nézzük a folyamatosan a feszkót. Egyszer, egy, most. De már nagy a csönd. Még egy 15 másodperc elméletileg. Mert ilyenkor már befüttenek a noválok, ami lényeges, és akkor mindjárt. Majd mindjárt jön, most.
Azaz, azaz. Na, így azért már rendben leszünk. És akkor most éri el a 370-et az UT0 majd. De jó, mégre sikerült. De most, hogy 370 vagy 368, az ugye függ attól, hogy mekkora a beta. De most mindenki van, zuhanyzik, bulizik, nem tudom milyen, miket használ. De elérjük, elérjük a 370-et, nagyon úgy tűnik. Szép, lassú felfutású táp. Na, ez kő nekünk. Ugye megvannak a többiek is, a 366, ugye az UT1 és az UT2, az meg 320, úgyhogy nagyon prímák vagyunk. Na végre! Végre csináltunk valamit. 27 másodperces időzítőt. Hát ez így most jó, mert ugye az volt a nagy gond, hogy a Novácsöveknek kellett vagy 20-30 másodperc, hogy fölfüttsenek. A direkt fűtésű egyencső, ő az AZ21, ő pedig valami iszonyat gyorsan adta a tápot. Megjött a táp, aztán még nem mentek a Novácsövek, azt elment majdnem 500 voltig az egész úgy üresbe. Ami nem jó, se a kondiknak nem jó, se az egész áramkörnek, minek legyen rajta az anódokon olyan 500 volt, hát ez nem örülnek neki a csövek. Hát iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le semmiről, ennyi volt az anódkés letetés, sziasztok!